Na, sziasztok! Hát azt mondtam, hogy pár napig nem fogok filmezni, rá nem bírom ki. Szóval március 15-e van, nemrég keltem fel, és hát Évi takarít itt bent, és hát valamit csinálok el reggelit, de gondolom már a vírusban elegetek van nektek is, ugyanúgy, mint nekünk, meg a bolti vásárlások. Hát itt van, ugye ezt kell használjuk. Ez a hand sanitizer, ez a, tudjátok, amivel bekened. És akkor itt van ez a Lysol disinfection. Ez kill, megöli a vírust, a baktériát, a penész, meg ilyesmit. Szóval, és egyben nagyon jó illata is van. Szóval ez a Lysol. Na most ezek most hiánycikkek, gyerekek. Szerencsére nekünk volt itt, ha meg még ezen kívül is van. Úgyhogy mi készültünk a tudtunkon kívül. Mi van otthon az ünnepekkel? Ja, le van állítva az ünneplés, olyan értelemben, hogy nincs. Évi kérdezi, hogy mi van, mert nem nézi a magyar híreket. Itt megmutatom magamat. Találta egy jó képű férfit. Micsoda jó képű ember van itt, gyerekek. Látjátok ezt? De erre nem tükröződik. Itt vannak Janikáik. Ja. Na, közben fia mégis beszaladnak, egy pillanat. Na, sziasztok újra! Tiszteletem, hölgyek, urak! Emlékszünk ugye a ecetes hal, felmerültek különböző kérdések. Többen beírták, hogy győriek, ezek, hát Győrbe ez nagyon híressé vált ez az étel, igen. És kicsit másképp is csinálják, ugyanis ott tesznek bele a ízesítéskor babérlevelet, fokhagymát, meg szemes borsot, annyi a különbség. A többit mindent ugyanígy csinálnak. Aztán ugye eltelt egy, nem tudom már pontosan mennyi, de tudom, hogy jó. Készen van. Fogyasztható. És hát ez így néz ki. Milyen kérdések merültek fel? Hogy ez a prézli le-e olvaz róla, vagy le-e málik? Tessék, ott van rajta. Tökéletes. Semmi probléma vele. A hagyma meg van puhulva. És nézed, még csak így szét sem tudod húzni, ugye? Na most, ha pontja, ez szálkamentes hal, írják sok, hogy a, ugye az ecet, stb. Feloldja a szálkákat, ebben nincs szálka. Tökéletes. Nagyon finom. Nézd meg a prézlit. Nézed, rajta van, mert ez volt az egyik ilyen concern, aggódás, hogy hát nem jön le róla. Hagyma is jó. Ebből meg tudsz tenni akár, mit tudom én, 5-6 darabot is. Alright? Na ez volt az előétel. Most a világ egyik legegyszerűbb főzése következik, ugyanis a kaja már készen van. Jó, mi? Úgyhogy nem fogom mutatni, nem mutattam, nem filmeztem. Majd elmondom azt is, hogy egy pár napig most miért nem filmeztem. Mert nem akartam. Nem volt kedvem. És azt is el fogom mondani, hogy miért nem volt kedvem. Nagyon röviden. Szóval ez egy corned beef, egyébként nem kell aggódni, ugyanis az elkészítési recept már rég fenn van, meg tudjátok nézni. Úgyhogy ez lesz a mai vacsoránk egy része. Na most ugye a szálirány így fut, és akkor az a lényeg, hogy nagyon vékonyan ugye ezt brisket. Egyik nap valaki kérte, hogy brisketet mutassak, hát itt van. Ugye, mondom, a recept fent van, készen van már. Already, úgy mondjuk, already már megvan. Fönn van a csatornámon. Corn beef. Corned, úgy van írva. Oké. Okay. Szóval ezt szépen akarod csinálni, akkor így lapjára teszed, és akkor így. Ugye, hát úgy mondom, egy 3 szelet elég, igaz?
Ez egy nagyon szép hús, nagyon jó. Hát egy kicsit szétesik, hát szétesik. Ennél nagyobb bors sose legyen a világon, így van. Ja. Kutyák is imádják. Van egy extra kutyánk, uh-huh. Vendég, mondom. Zeus. Ja, fiaméknak a fiam kutyája, meg a Sophie kutyája. Van. Na most. Ja. Káposztának ezt a torzsásabbik részét. Kivágjuk innen. Ez nagyon sokáig főző. Onnan a receptben van, akit érdekel. Corn beef. Corned beef-ként meg lehet találni. Egy tökéletes Irish étel, bár amerikaiak azt mondják, hogy ez egy amerikai kaja. Na most gyerekek, hogy miért ez a kaja van, és miért nem mutattam? Egyrészt azért nem mutattam az elkészítést, mert már fenn van. Kettő, ma van Saint Patrick's Day, ugye az írek ünnepe, ami egyben azt hiszem mexikói ünnep is. Saint Patrick's Day, nézzetek utána, ugye ez az, amikor ilyen zöldbe öltöznek az emberek. Hát egyivel szolidárisak vagyunk ugye az írekhez. Hát az ír kocsmákban most csönd van. Illetve hát itt legalábbis. A tiédet majd eltöröd, jó? Na most ezt úgy fogyasszuk, hogy nagyon egyszerű dolgunk van, hogy ezt a folyékony vajat teszünk a krumplira. És majd összetörjük, és hát akár a izére is lehet tenni egy kicsit. És akkor ezt egyszerűen összetöröd, összegyúrod a vajjal. A krumpli ugyanabban a lébe van kifőzve. Gyerekek, ez egy tökéletes kaja. Mondom még egyszer, a recept fenn van. Nézzetek utána, akit érdekel. Nagyon jó. Jó sikerült. Na. Alright. Szóval megkajálunk, és akkor folytatom a videót egy kis... Na jó reggelt. 6 óra lesz 10 perc múlva. Ma reggel 4-től fenn vagyok. Megnéztem a híreket. Minden irányban. Európai híreket, amerikai híreket, hengyerek. Mondom, hogy elegetek van nektek is a hírekből mostanában. Oké, föltesszük a kávét. Évi is már előjött. És akkor kezdődik a nap, ugye. És kávé én már főztem a patronos kávéból. Egy kettővel szoktam tenni, két jó pupossa, még egy picit, és hadd szóljon. Egyébként ugyanazt a kávét tesszük ide is, ugyanaz a fajta kávé, mind a kettőn. Egyfajta kávét iszunk csak. Oké? Okay? Ja, kutyák kifele. Ez itt a Zeus. Ugye ő a fiam kutyája, a fiam is a Sophie-nak a kutyája, figyeli a macskákat, mókusokat, mindjárt jön a szuszuka is, szóval mennek egyet csövelni, de ez most nagyon figyel. Hát még sötét van, gyerekek, ott a hold, nem tudom a kamera hogy adja vissza. Szuszu, gyere, gyere te egy kis kutya, gyere haba. Gyere, gyere, menjél pis-pis, arra, menjél, menjél, kövesd, a, ott van a, nézed, a mit csinál? Hát az, leereszti a fáradt olajat. Jó, te is menj. Na nézzük, leteszteljük a, na ezt akartam, motiont, látjátok? Itt éjszaka, ha ne adj Isten, ide valaki bejön, megközelíti a házat, abban a pillanatban ez a két, ez azt hiszem, mennyi, 120-asok. Ez a reflektor égők azonnal itt aktivizálódnak, és ilyen világosat tud csinálni,
ez meg egész tűrhető, igaz? Ezeket én nagyon nagy előszeretettel szerettem felszerelni, és akkor itt ugyanez van, nézd, de jössz erre, így, hopsz, itt is, teljesen körbe az egész ház be van telepítve ilyen nyavajákkal, és hát így nem kell kapcsolgatni semmit, mindjárt Évi eláll, mert itt vannak a festő cuccaim, és akkor itt teljesen ugye a mozgásra ezek bejeleznek. Nagyon kedvelem. Itt van a kinti is, és akkor ott is, a túloldal, az a sarkon. Na, kis demonstrációt csináltam. Na most azt mondjuk, hogy megállt az élet. Hát nem úgy néz ki. Nézd oda, van forgalom. Azért mennek az emberek dolgozni. Ez már új. Most kezdenek nyílni a orchideák. Évi legnagyobb örömére. Ezek saját telepítési orchideái. Nagyon szereti. Ezek már bogyósodnak. Belnéz oda. Lesz egy-két hét, aztán tele lesz virággal az egész. Na, hát szóval kezdődik a reggeli műsorok itt, hát ezek már mennek már azt hiszem 4 órától, mutatják itt a vírussal kapcsolatos intézkedéseket, stb. Úgyhogy ebből gondolom elegetek is van, meg hát mindenkinek a világon, hát kövessétek figyelemmel a helyi híreket is. Jó, hát a háttérben lesznek hangok, ne törődjetek vele, kicsit beolajozom a kezem. Hát eléggé beolajoztam, hogy kicsúszik belőle az ecset, és akkor... Ilyen vastagabb pizzát akarsz, vagy inkább csináljak nagy tepsin? Na, jó. Így a vékonyabbat. És akkor ugye rátesszük a tésztajoskát. Hát én nem tudom szépen kinyújtani, mint ahogy... Ugye ezek a pizza sütők csinálják, de hát azt állítólag ilyen húzva kell csinálni. Húzva, tolva. És hogy majd mindjárt megcsinálom. Oké? Kérem, kinyújtottam a tésztát. Gyönyörű lett, igaz gyerekek? Kicsit beolajozzuk. Oliva, természetesen. Jó. És akkor itt van nekem készen ilyen húsos paradicsomos szósz. Megegyezik a pizzaszósz, csak annyi, hogy ebben van apróra vágott gomba és darált hús. Na, hát én kezdem a szalámival, mindegy a sorrend egyébként. Véleményem szerint. Pepperoni. Jó. Igaz, hogy van már benne gomba, de hát az már ilyen apróra volt vágva, és akkor rakok rá ide is a gombát, meghintsük vele. Következő layer, ugye az a fekete olívabogyó lekarikázva, mindenhova egy kicsi. Zöld olíva, apróra vágva, szintén karikázva. Ez van benne egy kis paprika, ugye azzal volt megtöltve. Jalapeño. Megnéztem, nem erős. Még csak nem is csipős. Akkor következő az édes paprika, amivel megszórom. Még teszek rá. Mindent apróra vágok, ugye? Vörös hagyma. Szintén jó, apróra vágva, azt nem sajnáljuk róla, igaz? Minimális. Tényleg minimális, nézd oda, mennyi?
fekete borsot, és egy pici kis fokhagyma granulátumot. Éppen, hogy nem rontsa el, sőt, szerintem fokozza az élvezeteket. Meghintem egy kis parmezsánnal, mindenhova jusson. Reszeltem le fehér cheddart, amivel becsületesen white cheddar, fehér cheddar sajt. Meghintsük. Hát ezt figyelni kell, ugye 180 fokra tettem, Celsius, sütőt, és hát majd figyelem, általában 15 perc elég szokott lenni. Oké? Okay? Kérem, pizza előállt, készen vagyunk. Gyönyörű gyerekek. Kicsit várni kell. Na hát gyerekek, ennyit akartam így megmutatni, hát ezt majd ugye, Évi viszi egy részét munkába. Nagyon finom. Egy ilyet bedurrantok, aztán mehetek kifele dolgozni. Na. Most 4:18. Elkezdtem már itt fönt. Úgyhogy gyerünk, mielőtt a nap elkezd hátba vágni, leégeti a húsomat, gyerekek, hogyha. Úgyhogy majd mutatom, filmezés most nincs, mert erre kell figyeljek, oké? Okay? Aztán majd, ha kész vagyok, mutatom. Majdnem 9:30 van, kérem. Az Evus egész jól érzi magát itt nálunk. Holnap megy vissza, megjönnek a fiamék a kempingezésből. Aztán ilyenkor ő átveszi itt az irányítást a Szuszi felett, ugye ő fiúkutya, és akkor így átveszi a vezérkutya szerepét. Na most már jó öreg ő is. Ezt a kutyát, ezt nem is tudom mit akartak vele, hogy be akarták adni a shelterbe. Költöztek el valakik, és ott nem messze valami szomszéd, valami haver, költöztek el, de messzire valahová, és be akarták vinni a menhelyre. És akkor a fiam azt mondta, hogy nem, az átvette, de már nem tudom, hogy 6-7 éve, az azóta velük van. Úgyhogy... Ha? Mi van? Mit látta? Ha? Mit láttál ott? Ja, ide szoktak jönni, onnan, innen ugatnak. Az is, az oda. Ja, ők jó haverok. Különösebben nem, hogy hívják, nem báderolják egymást. Már ismerik egymást régóta. Igaz, Szuszka? Na, hát itt van. És már úgy, hogy kész vagyok, majd még egy réteget fog kapni. Még egyszer át kell szaladjak már rajta, látok hibákat. És hát tulajdonképpen ez a barna színnel itt befejeztem. De mondom, még egy réteg, ott fönt látjátok, ott vannak hibák. A dobozt azt mondta Évi, hogy fessen vissza világosra. Nagyon sötétnek találta, de azt mondja, hogy a ablak párkányt is. Hát, én azt nem mondtam neki, hogy sőt, ezt is lehúzom barnára majd még. Hú, az kimaradt. Na mindegy, meg lesz csinálva. Na, majd meglátom. De ablak párkány az marad barnának. És akkor jön a fal. Az nagyon gyorsan fog menni. Az hengerrel, gyerekek, hip-hop. Megcsináltam itt a javítást. Látjátok? Ez egy ilyen beton
betonragasztó végül is, azzal, mint a malterszerűen ilyen rütykösre csináltam, és hát majd meg kell száradni, és gyakorlatilag ezt a szint kapja a fal. Nem lesz ez a fehér szín, nem vakít majd. Hát nézd meg így oldalról egy kicsit. Mondjuk most nagy a visszaverődés, de szerintem jól fog kinézni. Volt egy barom állat, kiblokkoltam azóta. Azt mondja, hogy a festék nem fogja összetartani ezt a szarházat, úgyhogy inkább dózeroljam el. Hát, gyerekek, ilyen kedves kis beírásokat is kapok. Mit szólszok ehhez? Illetve ne szóljatok semmit, nem kell. Ne vigyük el a témát sem erre. Jó? De vannak ilyenek is. Csupán irigységből, gyerekek. Csupán kis irigység. Hát, ez van. Sajnos. Sajnos. Bizony mondtam is, ugye, az árvíz, az hozza, ahogy növekszik a csoport, ugye, hozza magával a szemetet is. De általában ezek ilyen takonyóró kis szemétládák, ilyen senki háziak, akik nagyon ráérnek trollkodni. Na jó, ennyit őrök, oké? Okay? Na, még mára van három munkám. Na, nem kell nagy dolgokra gondolni, ezt ki kell szinteznem, mert nem tudom, nem csukódik be simán ez a retesz, tehát ezt meg kell emeljem. És itt van ez a luk, ezt kell eltüntetni, hát ez nagyon egyszerű lesz. Mindjárt mutatom. Volt egy ilyen nyújtófa, régi, annak a végéből levágtam egy darabot. Kipróbáltam, hogy ide stimmel, van ez a csöpök, mint a franc faragasztó. Ezt bekedjük. És kész is. Aztán majd le lesz festve. Ennyi az egész. Lecsiszolom majd, és akkor lehúzom ezzel a színnel. Ez jó beragassza itt. Na. Festéget mondtam az előbb, az ragasztó. Jó. Fél óra megszárad. Ecsettel lehúzom. Van ilyen javítószínem és kész is. Na most ennél meg az van, meg kell emelni, hogy aláékelek. Most próbálgattam itt a zsanéroknál emelgetni, meg minden, de már nem tudom tovább. Úgyhogy nagyon egyszerű. Annyi az egész, hogy megemel egy kész is. És akkor már is ugye beállt egy szintbe. Kész. Na. Megy itt a munka. Ajaj. Aztán itt van még egy munka, ami nem más, mint a tusolónak. Húzzuk. Ugye? Itt ez a csapja, ez szorul ehhez. És akkor hát ezt le kell szedjem. Ugye ez elég, már elzártam a vizet. Le kell szedjem és megnézem, hogy a gumitömítések hogy állnak. Na most mivel hogy mozgó rész, ugye ez volt az, ami szorult. Ezért ugye annyit tudsz csinálni, hogy itt ezt ugye kitekered és megtömöd gépzsírral. Ugye? Most egy kézzel nem tudom csinálni. Oké. A probléma leküzdve. Tessék. Megvan. És már nem is szorul. Ez se. Azért, várj, átkelem ezt is. Nem tart sok-e. Na, ennyi volt. Sok változás nincs, de simábban megy ez is. Ja, egyforma. Most jó lett. Oké, gyerekek, ennyi. Na. Hát a szemezesek odavagdottság ezeket a kukákat. És hát a kereke kitört mind a kettőnek. Hát most meglátom, ez ilyen plastik. Hát majd nem tudom melyik az, ami jó lesz. Kíváncsi vagyok.
meglátjuk, igaz? Azt mondta a vakember is. De már mit kell kilukasztani, így most mutatja itt. Oké. Okay. Meglátjuk. Meglátjuk. Sok reményt nem fűzök hozzá. Egy próbálkozás megér. Meglátjuk mindjárt, mit csinál. Igaz? Ja. Na, vagy volt, így volt valahogy. Itt van az a mély rész. Oké. Okay. Hát egyelőre csak ezt próbálom megragasztani. Ezt meg lehet. Ha összefűzolja, akkor jó. Hát gyerekek, ezt megfogta. Ide a bordákhoz is nyomok kicsit. Ja. Ezt megfogta. Hát aztán, hogy mennyire tudja, hány pandos nyomás bír ki, az már egy másik kérdés lesz, igaz? Majd meglátjuk. Más módja nincs. Következő módja van még, hogy szólunk a városnak, és hozzanak egy újat. Igaz? Ennyi. Mert ezt ők kezelik. Az ő fajta kukájuk. Jó van. Hagyom a francba itt pár óra hosszat. Aztán meglátjuk, mit csinál. Oké. Okay. Van ilyen gorillám is, van emilyen is, van ilyen is, ilyen kicsik. Mit tudom én. Sok reményt mondom, nem fűzök hozzá. Még van olyanom is, hogy be tudom olvasztani. Lehet, hogy az lesz, hogy kitömöm vele. Beleolvasztom. Ilyen rudak. Belecsurgatom, és az megköt. Na, lehet, hogy az lesz. Majd kiderül. Na, gyerekek, ez úgy néz ki, hogy jó lett. Az igaz. De meglátjuk. Ez nem engedi, hogy leessen. Jaj, így. Nem jó. Nem jó. Jaj, ide megy. Oké, okay. És akkor ez pedig ide rá. Ez a dísztárcsa. Na, nézzük. Jó lesz. Megcsinálta Jani bácsi ezt is, bassza meg. Jó, lehet, hogy csak 5 perc. Mindegy, egyelőre jó.